Ez a tip arról szól, hogyan segíthetjük gyerekeinket a problémák és konfliktusok megoldásában. A kihívások leküzdése feszültséget okozhat, ezért fontos megtanítani a gyerekeket és kamaszokat erre a létfontosságú képességre. Íme 6 egyszerű lépés, ami segít a probléma megoldásában. Először is, azonosítsd a problémát, amivel szembenéztek. Másodszor, gondold át a lehetséges megoldásokat. Harmadszor, gondold át, hogy az egyes megoldások milyen eredménnyel járhatnak. Negyedszer, választhatok egy lehetséges megoldást együtt. Ötödször, bátorítsd gyermekedet, hogy próbálja ki ezt a megoldást. És végül, ha bevált, az nagyszerű. Ha nem működik, akkor tudatosítsd benne, hogy ne aggódjon, és egyszerűen keressen egy másik lehetséges megoldást. Ha valami rosszul sült el, könnyen erőfordulhat, hogy kijövünk a sodrunkból, és a gyerekeinket okoljuk. De amire valóban szükségük van ilyenkor, az a valaki, aki segít megoldani a problémájukat. Segíthetsz nekik azzal, hogy szünetet tartasz, ha úgy érzed, hogy mérges vagy, tarts egy 10 másodpercet szünetet koncentrálva a nyugodt be- és kilégzésre. Ez segít abban, hogy nyugodtabban reagálj. Amikor gyermekeddel megpróbálok megoldást találni egy problémára, emlékezz a következőkre. Engedd meg neki, hogy kifejezze, mit érez. Hallgasd meg, amit elmondana. Próbáld meg az ő szemszögéből nézni a dolgokat. Köszönd meg neki a nyitottságot, és hogy bízik benned. Ne feledd, hogy támogatásod, amivel gyermeked megtanulja egy probléma megoldását, végigkíséri egész életében.